megtisztelő számomra, hogy a tavaly hagyományteremtő szándékkal, jelleggel elindult virágvasárnapi együttlét egyfajta ökumenikus, valamennyi nagy történelmi keresztény egyházat megszólító eseményünk folytatása következhet. Én itt nem a főszerepet szeretném betölteni, hanem csak mint házigazda szeretném elmondani a gondolataimat röviden. A Debrecen számára az egyházak jelenléte borzasztóan fontos, nagyon fontos karaktere ez a városnak, és az, hogy ez meg tud testesülni abban, hogy az egyházak a legnagyobb keresztény ünnep a húsvét előtti vasárnapon, virágvasárnap együtt lehetnek, és a város polgárai együtt fejezhetik ki elköteleződésüket a keresztény hit vallás mellett. Egy ilyen séta, körmenet alkalmával ezt rendkívül fontosnak tartom a város életében. Szeretnénk, hogyha ez egy olyan eseményé válna a következő években vagy évtizedekben Debrecenben, amely hozzátartozik a húsvéti ünnepkörhöz, így ebben a formájában is. És szeretném arra biztatni a debrecenieket és a Debrecenen kívül élőket, a környező településeken élőket is, hogy csatlakozzanak ehhez a nagyszerű együttléthez. Az az együttlét, amire készülünk, az nem egy egyszerű felvonulás, hanem, mert a felvonulásból van épp elég, és másfajták. Ez a Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulásának az emlékére történő együtt menés. Polgármester úr a körmenet kifejezést alkalmazta. Együttlét körmenet, igen. Nagyon jó ez, mert körbe fogunk érni természetesen a város különböző pontjain. De ez egy nagyon fontos szempont, hogy az a szabad lelkű odaadás, amivel Jézus Krisztus elindult a Passió Magnára, a nagy hétre, a szenvedés útra, a megváltásért, az egy fontos nyitány. Mi nem csak együtt szeretnénk lenni, hanem megnyitni azt az ünnepi időszakot, amelyik rávezet bennünket a feltámadás ünnepére, húsvétra. Ahogyan Jézus bevonult a Szent városba, és elindult a szenvedésnek az útján. Ezért emlékezünk mi is a liturgiánkban ezen a vasárnapon Jézus szenvedéséről, pasiójáról. Ezért nem csak virágvasárnap, hanem szenvedés vasárnap is a neve a római katolikus liturgia szerint. Ahogyan Jézus bevonult a Szent városba, mi is bevonulunk Jézus életébe ezen az ünnepen, és azáltal, hogy végig gondoljuk Jézus szenvedésének az állomásait, tulajdonképpen az ő szeretetének az állomásait gondoljuk végig. Mi nálunk sincsen keresztút alapvetően, legalábbis nem része a hagyománynak, viszont ami ilyenkor történik, az nagyon mélyen a bizánci egyháznak az ünneplésébe is beletartozik. Miről van szó? Egy olyan menetet járunk be, a keresztútnál ez történik legalábbis, hogy amit Jézus végig élt, azt mi is végigjárjuk, azokat az állomásokat egészen a keresztre feszítésig és a halálig. Na most az egyházi ünneplés mindig ez. Megjelenítjük azt az eseményt, amely valamikor megtörtént a történelemben, de amely nem csak egyszeri történelmi esemény, és visszaemlékezünk rá, hogy 2000 évvel ezelőtt valami ott történt elég messzire ide, a Jordán partjához közel, hanem egy élő, ma is történő, folyamatosan jelen való esemény. Tehát ilyen a húsvét, de ilyen a nagypéntek, és ilyen a virágvasárnap is.